Jó estét kívánok! Kezdődik az Esti Közelkép, ahol most is aktuális helyi témákról beszélgetünk. Augusztus 20-a alkalmából a Magyar Érdemrend tiszti keresztje kitüntetést vehette át Aradi Csaba ökológus, Debrecen város díszpolgára. A szakember a Hortobágy természetvédelmi kérdéseire nagy figyelmet szentelt, munkája így összekapcsolódott a Hortobágyi Nemzeti Park létrehozását szolgáló előkészítő felmérésekkel is. Hogy hogyan értékeli eddigi szakmai munkásságát, mit tartogat számára a jövő, és hogyan érinti őt a frissen átvett rangos kitüntetés, többek között erről is szó lesz ma este. A stúdióban köszöntöm a Debreceni Egyetem címzetes egyetemi docensét, a Hortobágyi Nemzeti Park igazgatóság nyugalmazott igazgatóját, Aradi Csaba ökológust. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Azt mondta egy interjújában, hogy körülbelül 4 éves korában egy vadkacsa fészekre lett figyelmes is, hogy ez olyan magával ragadó élmény volt, hogy azonnal a természet közeliség az magához szólította. Így van ez még most is, még mindig tud valamire rácsodálkozni? A természet még mindig tud meglepetést okozni? A természet mindig sok újat tud adni az embernek. Legjobb dolog a természetbe leülni és megvárni, míg az embert körülöleli a természet. Egy hortobágyi mocsár szélén, vagy a debreceni nagy erdőnek egy szép tölgyesében minden pillanat új és új élményeket, és új megfigyelni valót kínál, tehát a tudást gazdagítja. Mit gondol, hogy mennyiben különbözött esetleg az ön természetközeli gyerekkora egy mostani gyermek természetközeliségéhez? Óriási különbség volt. Miért? Nem volt telefon, mobiltelefon, még vonalas sem, tévé sem, rádió is, telepes rádió, azzal kezdtük, és a gyerekkoromnak egy részét tanyán töltöttem. Petróleum lámpa. És a tanya közelébe egy kis nádas, egy kis erdő, rét, tehát mindaz, ami az embert vonzotta, és már gyerekkorában rá felfigyelhetett rá. Nagyapám, aki akkor kísérgetett hármunkat, a három fiú testvért, nagyon sok mindent tudott a természetről, és nagyon sok dologra hívta fel a figyelmünket. Így már ekkor a természet mellé szegődtem, később pedig talán elérkezett az az idő is, amikor már a természet is mellém szegődött. És hogyan értékeli ezt a díjat? Milyen érzés volt, amikor felhívták önt ezzel az elismeréssel? Nyilvánvaló, hogy az ember azt tapasztalja, hogy a munkáját elismerik, ha gondolnak rá, ez jó érzéssel tölti el az embert. Így 80 évesen már egészen más, mint mikor a munka közepette, mondjuk emberi környezetért díjat kaptam, és akkor közvetlenül érzékeltem, hogy ez a díj minek is szól. Most is azért az elmúlt időszakban a Future of Debrecen, vagy a monitoring rendszerrel kapcsolatos munka az egyetemi kollégákkal együttműködve, a biodiverzitás központ létrehozása, ezek a mindennapjaimhoz tartoztak, de ezeket most már az ember örömmel, hogy úgy mondjam, szinte szórakozásként csinálja. Arról meséljen még nekem, hogy hogyan jár kell a világban, az utcán egy ökológus? Hogyan nézi ön, hogyan látja a világot? Az ember nyilvánvaló a természeti jelenségekre mindig figyel. Inkább egy kicsit a hortobágyi történetről beszélnénk. Mikor indult a Hortobágyi Nemzeti Park létrehozása, akkor egy nagyon jó időszak volt kollégákkal együtt, mert volt időnk arra, hogy a természettel találkozzunk, és hogy úgy mondjam, a szakma tudomány nyelvén kérdéseket tegyünk fel a természetnek. Ma már és nincs annyi időnk a természetre, ugye? Hát most már a utódoknak, kollégáknak sokkal több
papírral kell megküzdeni. Annak idején a kezdetben nem volt hatékony jogszabály, nem volt saját vagyonkezelésű terület, de a puszta az ott volt. És nagyon fontosak voltak a találkozások. A természettel is, de a pásztorokkal például. És gyűjtöttük a információkat. És a információk sora az felhívta a figyelmünket néhány dologra, amit aztán a természetvédelmi kezeléssel kapcsolatban alkalmazhattunk. Felfigyeltünk arra, hogy egy-egy tűz után milyen változások következnek meg, vagy a legelés milyen hatást gyakorol egy-egy területre, és hát tudtuk azt, hogy a Hortobágy szinte teljes területe valamikor nagyon régen Tisza ártér volt. Tehát itt három dolog, amire figyelnünk kell: a vízre, a tűzre és a legelő állatra. Hogyha ezek hatását megfelelő arányba visszahozzuk a pusztára és beemeljük a természetvédelmi kezelés eszköztárába, akkor már jó helyen járunk. Ugyanakkor megpróbáltunk a tudománnyal is mindig kommunikálni és megbeszélni a kezelési módszereket. Sajnos nagyon sok esetben a válaszok lassabban érkeztek, és ugyanakkor az ember érezte, hogy van olyan hely, ahol a természet jelzései azt mutatják, hogy azonnal tenni kell valamit. És ilyenkor megpróbáltunk a legjobb tudás szerint azonnal tenni valamit, például egy-egy terület, egy-egy kiszáradó mocsár árasztásával, vagy a legeltetés átszervezésével. Megpróbálkoztunk a tűz, mint természetvédelmi kezelési eszköz alkalmazásával is. Itt azért nehézségekbe ütköztünk, mert a tűz nem akart ott megállni, ahol szerették volna. Ahol szerettük volna, bár ott voltak a tűzoltók, tehát mindent szabályosan csináltunk, de egy kicsit túlszaladt a határon, ami nem okozott gondot a természetben. Időről időre egy-egy területnek, ami olyan állapotba kerül, szüksége van egy kis tisztító tűzre. Biztos, hogy rengeteg példa van még. Mi lenne az egy olyan felismerés, amit a természettel kapcsolatban kiemelne, hogy ez a pályafutása egyik legfontosabb pillanata volt? Talán az a dolog, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy hagyni gyógyulni. Ez azt jelenti, hogy egy-egy természetvédelmi kezelés, egy-egy beavatkozás után, ami lehetőséget biztosít a természeti folyamatok számára, a többit a természetre kell bízni, a munka oroszlán részét. Ő tudja legjobban, hogy neki mire van szüksége. Talán ez az egyik olyan dolog, ami nekem is nagyon sok érdekes egyéb felismerést is hozott, és amit nyugodtan mondhatom, hogy örökül lehet hagyni a elkövetkező generációknak. És ha már örökülhagyás szóba jött ez a téma, mit tanácsolna a jövő nemzedékeinek, hogy hogyan óvják, hogyan vigyázzanak arra a bizonyos természetre, ami itt van körülöttünk? Az egyik nagyon lényeges dolog, hogy hagyjuk és próbáljuk visszaadni a természetnek a lehetőségeket. Nagyon sok esetben még természetvédelmi oltalom alatt álló területeken is, ahol van egy erdő és egy gyep, ott meghatározzuk helyrajzi számokkal, művelési ágakkal, hogy melyik meddig tart. Holott ezeknek egymással küzdeni kell, egymással versenyezni kell, és akkor kialakul egy átmeneti zóna, ami nagyon sok izgalmas lehetőséget kínál a természet számára. Nagyon érdekes, hogyha ezeket az átmeneti zónákat vizsgáljuk, és ezek állapotát rögzíteni tudjuk, akkor egy ilyen vizsgálatból következtetni tudunk az erdő állapotára és a gyep állapotára is.
Ezek nagyon fontos dolgok. A másik, amit pont ezzel kapcsolatban tapasztaltunk, hogy a feldarabolódás egy ideig úgy tűnik, mintha fokozná a változatosságot. De a végletes állapotban, hogy úgy mondjam, minden szürkévé válik. Tételezzük fel, hogy a gyep az fehér, az erdő az fekete, és közben az átmeneti zóna szürke. Hogy ez minden ilyen találkozási határon kialakul. De hogyha feldaraboljuk nagyon a tájat, akkor egy idő után minden szürke lesz. Ezt lehet mondani talán a multikulturalizmusra is, hogy ha túl sokat összekeverünk a végén, egyik eredeti sem marad meg, hanem valami katyvasz lesz belőle. Én a teljes televíziós táv nevében szeretettel gratulálok a kitüntetéshez, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk ma este. Köszönöm szépen.